Hare Krishna, szép estét mindenkinek, üdvözlöm, ti engem ott látjátok, én titeket itt látom, és akkor ma, akkor kérdések, válaszok, és megnézzük, hogy hogyan haladunk, hogyha lesz idő, akkor majd még csapázunk. De gondolom, inkább kezdjünk kérdésekkel, mert hogyha több van, akkor minél többen tudjanak feltenni kérdést. Oké, akkor én is itt vagyok, és akkor tudok figyelni kérdésekre. Ki az első? Kurusestapró, te majd moderáljál, légy szíves, hogy mert nem látom, ki jelentkezik annyira. Jó? Igen, igen. Csak nekem itt kihagyott közben az internet. Uh-huh. Hogyha nincsen bátor, akkor hogyha van ott nekünk módkorról felírott valahol, akkor azzal tudjunk kis jégtörést csinálni. De hogyha vannak bátrok, akkor lehet jelentkezni bátor. Jó. Én szeretnék jelentkezni, bocsánat, most csak nem akarok mindig tolakodni, hogy más is tudjon kérdezni, de hogyha szabad, akkor kérdezni. Igen, persze. Jó, kezd. Köszönöm szépen. Megint egy ilyen kicsit összetettebb kérdésfor ez az enyém, amit itt sikerült megfogalmaznom az elmúlt hét alatt, és azt szeretném megérteni, hogyha Krishna a démonokat is felszabadítja, akik elestek a kurukshetrai csatatéren, miközben ugye a pandavák rengeteget szenvednek, végül mindkét sereg harcosai a lelki világba jutnak. És nem azt szeretném, hogy Krishna nagyon megbüntesse az ellenséges sereg harcosait, csak azt szeretném megérteni, hogy ez azért történhet meg, mert Krishna ott személyesen megjelenik, és ezáltal felülírja még egyébként a karma törvényei szerint működő rendszert, és ezáltal következik be. Nem tudom, hogy ezt mennyire sikerült érthetően megfogalmazni, de ez érdekelne, illetve az, hogy a vallás szempontjából ugye minden út Istenhez vezet, de mégis itt most konkrétan az inkvizíció kapcsán most foglalkoztam ezen a héten Papisztán Szent Jánossal, és nagyon megnehezíti az ember dolgát, hogy megértse, hogy egy nagyon démonikus tulajdonságokkal rendelkező lélek, hogy lesz az Istenhez vezető úton a vallás elhivatott képviselőjeként igazából szent. Mert ugye ott ilyen nagyon kegyetlen módszerekkel üldözték azokat, akik ugye nem feltétlenül a kereszténység berkein belül közelítették Istent. Szóval ezt szeretném egy kicsit jobban megérteni, mert az ószövetségi Isten kép is egy haragos, egy féltékeny, egy bosszúálló, és ez most arra gondoltam, hogy lehet, hogy Sivának a valamilyen formája, és annak a megnyilvánulása, de hogy én ezt szeretném kicsit jobban megérteni, hogyha tudnál erről beszélni. Uh-huh. Jó. Köszönjük jó kérdést. Mielőtt nekivágom, szeretnék megköszönni megint, aki támogatja kis adományokkal. Ez volt a dr. Stemmes Mária Magdolna és Zomborni Ballók Adrián. Köszönjük szépen nektek kis adomány. És aki válasz a következő, hogy elsősorban az, hogy Krishna, ő abszolút jó. Minden, ami érintkezésbe, vagy aki érintkezésbe jön Krishnával, az abszolút csak jót kapja. És meg fog tisztulni. Ezért a Bhagavad Gita-ban, a 9. fejezetben úgy mondják, hogy pavitra. Pavitra, ez a tiszta. És Krishna ő tiszta,
és amikor valaki érintkezésebe jön vele, akkor megtisztul. És azok, akik csatatéren Krishna ellen harcoltak, mivel ők halál pillanatban látták Istent, azért is azt mondják, hogy ő direkt volt ellenséges a hadseregben, mert azok, akiknek oldalán voltak, nem látták Krishnának az arcát, mert együtt voltak. De a ellenség látta, és ez kedvező, hogy valaki halál pillanatban látja Istent, akkor minden karmától megszabadul. A jogos a kérdésed, hogy akkor lehet, hogy akkor mindegy, akkor legyünk démonok, harcoljunk Isten ellen. Igen, csak erre kell, hogy jelenléte legyen. Mert hogyha most nincsen jelenléte, akkor nem kapunk ezt a kegyet. A másik oldal, hogy az, amit ők megkapták, akik nem saját akaratából szolgáltak Istent, hanem a karma szerzet által, rossz tulajdonságok, rossz természet által ezt csinálták. Ezért az ők felszabadulás, úgy mondják, halál pillanatban, az nem volt ugyanaz, mint azok, akik a barátjai voltak. Ők, ha bár ők megszabadultak minden karmától, megtisztultak, és elmentek valahova, lelki világba, de nem kerültek olyan közvetlen, szeretetes kapcsolatba Istennel, hanem valamilyen kapcsolatba azért, igen. És ugyanakkor, szóval azok, akik az ő oldalon voltak, az teljesen közeli kapcsolatban maradtak is Krisnával. És ez is, de ugyanakkor másik oldalról, hogy Istennő abszolút jó, és ezt ki is kell érdemelni, hogyha valaki még rossz ember, és fog meghalni az ő jelenlétébe, akkor ő megszabadul minden karmától. Tehát ez csak egyszer volt abban a harcban. És akkor voltak mások jelenetek, de ez nem tudom hány ezer évente, vagy tízezer évente hányszor ez történik, nagyon ritka. De ez az abszolút jó. Amnisztia, tudjátok, mi királyoknak is vannak meg a országokban, hogy amnisztia, amikor enyhítenek a bűnözőket, és valamikor kiengednek a börtönből, valamikor csökkentenek nekik a büntetési időt. Ez a kegy. Van kegy, és Isten indokolatlan keggyel rendelkezik. Ez is nagyon fontos. De várni kegyre az a másik oldal nem kell, hanem jobb tenni erőfeszítést, amit mi most csinálunk veletek együtt. Ez egy erőfeszítés. Így vonzunk a kegyét magunkra, a tevékenység által. Jó. Más, hogyha esetleg. Hogyha. Aztán jó, még egy picit, igen, inkvizíció, hogy valami, hát valamikor van olyan, amikor egy vallást, vagy úgynevezett vallást, vagy egy jó vallást kormányhoz mondjuk, vezetéshez álszent kerül, ez is lehet, akkor ő fog bűnös cselekedetet végezni, akkor ő nem szent. Mert a szent nem azért szent, mert berakták és rá nyomtak bélyeget, hogy ő most egy egyházvezető, hanem a szent, az élete, a tudatja szent. Pont most néztem egy nemrég egy ilyen szektáról dokumentumfilm Oroszországban, aki azt állította, hogy ő Jézusnak a második, hogy mondjuk, lejövetele. És ezerek, több ezer ember hihetetlen, nagyon sikeres lett. Nagyon. Ott körülötte voltak. 6 gyereke volt.
nem, hogy mondják, nem teljes korú lányokkal is kapcsolatban volt. Az nem szent. De valamilyen múlt élet cselekvés miatt, ami jót csinálta, sok minden rossz mellett, kapta ezt a képesítést, ezt a karizmát, hogy el tudta embereket varázsolni. És mikor kérdeztek ott a riporter meg, és azt mondja, hogy te tényleg hiszel, hogy ő az Úr, hogy ő a Jézus Krisztus? Hát ez nem, lehet nem hinni, hát ez az igazság. Igen, szóval attól nem biztos, hogy szent valaki. Szóval itt inkvizíción. Én nem tudom, hogy mi volt pont akkor, de lényeg, hogyha valaki... Szóval le vannak írva szentírások, hogy mit jelent egy szent ember, és valaki egyezik a saját tulajdonságokkal, életstílussal, akkor azt lehet szentnek tekinteni. És az lehet egy utolsó utcatakarító. Nem muszáj, hogy ez egy pap legyen, vagy valaki pozícióba. Sokkal több szent még nem is vállalja pozíciókat, mert tudja, hogy ez ilyen csábító, és nem inkább akkor ők maradnak ilyen egyszerűk. És rengeteg ilyen volt, és van, és mi nem tudjunk róluk. Oké. Más? Nincs személyes kérdések. A cseten érkeztek kérdések. Uh-huh. Hogy akkor felolvasom az elsőt, aztán közben, ha kedvet kaptuk, akkor kérdezzetek. Judit kérdezi, hogy a házi oltár készítéséről és az ételfelajánlásról szeretnék részletesebben hallani. Az oltár helyére van-e valami előírás? Jó, oltár. Bhagavad Gita-ban, 10. fejezetben Srila Prabhupát ír, hogy embernek kell legyen egy célja az életében, egy tisztállása, és gyakorlatilag a lelki megvalósítás az a cél, kell, hogy legyen, ez egy normális. És oltár, ez egy cél, célpont, amit mindig látni kell. Mert akkor fogunk látni utat, és tudjunk menni utan haladni, fejlődni. Ezért fontos, hogy legyen mindenkinek oltár. Ez most még attól függetlenül is, hogy most Krisna tudat, vagy más valamilyen lelki gyakorlatot valaki gyakorol. És hát van leírások. Igen, hát erről lesz nekünk egy külön előadásunk, programunk, ahol képeket megmutatom meg mindent. Most csak tudok mondani, hogy hát van legjobb, vagy inkább úgy mondanék, hogy vannak fokozatok. Hogy először jó, hogyha valami oltár van, az már így jó. Ez az azt jelenti, hogy egy pár kép, kettő kép legalább. Ez erről is lesz szó, hogy mit jelent, hogy kép, murtik, szobrok, meg ezek, ez hogy működik, ez most csak mi a különbség a bálvány, és az oltár, és a murtik között, és így tovább. Egyébként nem tudom, ki tudja, hogy mi a különbség a görög katolikus templom között, és a római katolikus templom között. Észrevette valaki, mi a különbség? Lehet válaszolni, hogyha valaki tudja. Most csak ilyen külsőségben, most nem belsőség, nem a filozófiába megyünk annyira. Hát az a különbség, hogy katolikus, római katolikus templomba, hogyha bementek, akkor ott tudtuk látni murtikat, szobrokat.
domborművek és a többi. Én emlékszem, amikor Ungvári templomba jártam, kicsi, ott volt az egész Jézus élete a murtikból, szobrokból. Addig, ameddig már ott vannak, amikor meghalt, és akkor Máriának ott a ölébe fekszik a testje. Meg ez is murti. A görög katolikusok, hogyha bementek, ott nincs murtik. Ők ezt nem fogadják el. Azt mondják, hogy ez sértő, istenkáromlás, bálványimádás. És csak ikonok meg képek vannak. De mi a különbség a kép, ami lapos, és az a kép, ami ki van így három dimenzióba csinálva. Semmi különbség. Na mindegy, ez a, nem probléma, tiszteljük mindenkinek a meglátását, de erről majd lesz szó nekünk, mert oltár vagy képből áll, vagy a murtikból, mindenféleképpen valami, és elsősorban a Pancsatátva, nem tudom, Kurusestöpről, hogyha most rá tudsz keresni egy hiteles Pancsatátva képre. Kettő képet, hogyha megkeresnél, a Pancsatátva és a Dajánitáj Vigyáj Góranga. Ez az első, és hogyha van az oltáron. Erről is lesz szó nekünk is egyik alkalommal, hogy ki az a Pancsatátva, mi ez. Szóval Krishna, mint istenség legfelsőbb személyisége, ő több formával rendelkezik, és neki van egy ilyen forma, Úr Csétánya, ami Krishna, amikor nagyon-nagyon rendkívüli kegyes hangulatba kerül, és szeretne élő lényeknek segíteni visszajönni lelki világba, és együtt érez azokkal, akik itt vannak és szenvednek, ahhoz, a hangulathoz, hogy neki van egy forma, Chaitanya Mahaprabhu, vagy Gauranga, Góra, arany, aranyszínű, avatár. Ő, és ez is így lehet, nem, szóval amikor bhakti jogát valaki gyakorol, akkor kezd érteni, hogy ez egy nem probléma, hogy most egy Isten, de tud lenni egy ilyen formában, tud lenni másik formában, ha végtelen formában tud lenni, mivel ő végtelen. Van neki egy ilyen energia, a Acintya Shakti, az azt jelenti, ami számunkra lehetetlent, lehetővé tesz, és ugyanakkor ez nekünk probléma, hogy mi most kiterjedjünk egyszerre több formába, hát azért nem vagyunk Isten. De Istennek ez nem probléma, ki tud terjedteni magát. És Úr Csétánya, ő 500 éve ezelőtt jött, és ő vezette be Hare Krishna mantra éneklést erre a korszakra, erre Kali Yugára. És ezért nagyon, minden oltáron ott kell, hogy legyen Úr Csétánya. Mert ebbe a korba ő keresztül tudjunk csak közelíteni Krishnát, ezért az első lépés jó, hogyha van vagy Pancsatátva formában, vagy budapesti oltárnak a képe, az a Gornitáj, vagy Dajánitáj Vigyáj Góranga. Lehet csinálni egy ilyen szép keretbe. Hát úgy érdemes, hogyha vagy egy kis polcon, vagy szekrény, mindjárt mondom miért, és akkor oda van rakva a Csétánya, és mellette Prabhupád, kicsit kisebb képe, Srila Prabhupádról, mert ő láncolat, lelki tanítómester láncolat, parampara. Erről is lesz szó egyszer, mert amit én tanítok, én nem találtam ki ezeket. Ez minden, amit én veletek megosztom, nem az én tudásom, hanem amit mi tanultam én lelki tanítómesteremtől, aki Srila Prabhupádnak a tanítványa, és ugyanakkor Srila Prabhupádnak a könyveiből tanultam, de Srila Prabhupád, ő ezt tanult a saját lelki tanítómesterétől, ő a sajátjától, és akkor így
megy vissza Krisnához az egész lelki tanítómester láncolat, parampara. És mi tőle kapunk, és ők keresztül tudjunk megközelíteni Krisnát. Ezért, amikor úton az oltáron, akkor mi tudjunk, hogy ő a kapcsolat. Szóval ő az, aki a kapcsolat, aki ismeri Istent, és ő Istennek kedves szolgája, és amit ő megkéri Krisnától, akkor Krisna el fog fogadni. Lehet, hogy tőlünk nem fogadja el, de hogyha az ő szolgája, lelki tanítómester kéri Krisnától, akkor Krisna ezt elfogadja. Ez egy fontos elv. Ezt a rendszert Isten találta ki, és neki is ez egy ilyen ellenőrzés, egy ilyen teszt, hogy ő figyeli, hogyha valaki elfogadja ezt a rendszert, amit ő kitalálta, akkor Isten mondja, jó, akkor te ezt elfogadtál, akkor én elfogadom téged. Ha nem fogadsz el ezt a rendszert, akkor nem fogadom el téged. Jó, szóval kell, hogy legyen oltár, akkor ott a pancsatáta, vagy úrcsi, gornitáj, Srila Prabhupád. A polc, azért jó lenne kis polcon, vagy szekrényen, legyen kis hely, mert ott, amit eszünk, az általában jó felajánlani, mert hát eleve nem jó enni húst karma szemszögből, mert nem szabad megölni senkit, szponzorálni se lehet. Amikor valaki boltba vásárol, az szponzorál, az se jó. És, de ugyanakkor, hogyha valaki csak zöldséget eszik, vagy magvakokat, ilyen sok minden tejterméket, vagy bármi más, az is karma. Nem olyan erős nyilvánvaló, mint állati, hogyha állatot megölni, mert más a hierarchia, tudatszint, de ugyanakkor karma. Ezért Krisna ajánlja meg Bhagavad Gita-ba, mesél egy dolgot, hogy az ember, aki ilyen ételt teszik, az is csak karmát, hogy mondjuk, növeli. De hogyha valaki felajánlja, az megtisztítja minden karmától. És ezért a ételt szokták ajánlani. Ha megnézzük minden tradíciót, vallásos, mindenhol vannak mindenféle imák, áldáskérés az ételre, és így tovább. Nem véletlenül. Lehet, hogy már sok tradícióban nem tudják, miért ezt kell csinálni, hanem csak egy megszokást, hagyomány miatt. De jó mindig tudni, mi miért van. És ez ezért van, hogy mikor Krisnának fel van ajánlva, itt több dolog egyszerre történik. Amikor én főzök, akkor én a tudatomat rakok bele, amibe főzök, mert nagyon erős kapcsolat van. Hát hogyha valaki, lehet, hogy köztetek is van valaki, aki már érzékeny ezekre, hogy mikor valakinehez megy enni, akkor utána érzi, hogy milyen furcsa tudatú főzés volt, vagy ez. Vagy, hogyha nem éreztek, akkor egy bhakti jóga gyakorlat után nagyon érzékeny, nagyon gyorsan lesz az ember, és rögtön tud érezni. Miért nem, mikor a tűzön főz valaki, akkor belefőz a tudatodat. Ezért például mi, mikor megyünk valahol vendégségbe, és tudjuk, hogy nem gyakorol lelki életet, maximum, amit fogunk enni nála, az gyümölcsöt. Vagy valami szonnyás, ahol mint ő nem főzött. Felvágni, ez nem baj. És mi, mint bhakti yoga gyakorlók, mikor mi főzünk, mi próbáljunk szeretettet belefőzni. Mert Istennek, ő nem éhes, neki nem kell semmi, független, nekünk kell. De neki szeretetre van szükség, ő is szeret szeretni, és szeret szeretve lenni. Mikor főz valaki, akkor gyakorol szeretettel főzni. Ezt gyakorolni kell. Nem olyan könnyű,
De legalább ez a jó szándék, hogy most Krishna legyen elégedett, akkor így megfőzze, utána viszi oltára, és felajánlja. És a felajánlás kell, ha történjen, hogy jó lenne venni olyan evőeszközöket, tányérokat, pici, nem kell nagy, mint nagy ember eszik, hanem kis pici tálkák. Hát szerintem Krishna völgyes sóba vannak ilyen, nem tudom, van-e olyan felajánló szett szokott lenni, ilyen készlet. És akkor a fősz megfőzött ételből, ahol nem szabad kóstolni. Sok házi asszonynak ez kihívás szokott lenni. De amikor főz, akkor nem, Isten legyen első, aki megkóstol. Hát ez egy művészet. Nem kell izgulni, már 30 éve, vagy nem tudom, itt főzök is. Ritkán volt elrontva. És akkor így rakjunk az a tálkába, opa, bocsi, tálkába, és akkor ezt így elviszünk az oltára, vagy több tálkába, hogyha külön preparációk vannak, akkor viszünk az oltára, felrakjunk, és az imák, ami felajánló imák, Krusesta Prabhu, hogyha van neked, vagy Áginak írjál, hogy, de én úgy tudom, hogy kiküldte már, mintha egyszer kiküldte a felajánlás, és leírás, hogy hogy kell csinálni, hogy nem menjünk bele, utána mindenki el tud olvasni pontosan, mit kell csinálni. Ott lesz írva, hogy kell csengő, meg hogyha nincs csengő, nem probléma, majd idővel. Szóval így valamivel jó kezdeni. És igen, akkor ott maradt az oltáron 10-15 perc, utána leveszünk, így levenni kell, úgy háromszor tapsolva, és utána, amikor ajánlottunk Orcsétányának, utána Srila Prabhupádnak fel kell ajánlani a megszentelt ételt. Ez úgy hívják prasádam, a kegy. Prasádam ez a kegy, szóval amikor mielőtt Krisnának ajánljunk, az bóga, bóga, BH-val, bóga, úgy hívják, és amikor már fel van ajánlva, akkor prasádam. Itt is idővel majd megértjük, hogy hogy lehet, hogy én mondom valami, oda rakom a képhez, akkor hogy történik ez, és mondom valami imákat, és Isten megeszi. Tudjátok, itt először bizalom kell, és az idővel, amikor fejlődünk, akkor fogunk látni és érteni, hogy mi történik. Mint mindenhol először bízunk. A fogorvoshoz, mikor megyünk, hogyha nem bízunk benne, ugye nem lehet, hogy már bízunk. Először bízunk, hogy jó fog csinálni, és utána ő csinálja. Szóval mindig. Vagy munkahelyen, mikor mi első nap elmentünk dolgozni, akkor nem kaphatunk rögtön fizetést első naptól, hanem nekünk van egy bizalom, hogy én tudom, hogy egy hónapig dolgozok, és bízom abba, hogy kifizetnek egy hónap múlva. Szóval ugyanúgy itt is először kell bizalom, és utána majd meggyőződés fog jönni. De ennyit tudok mondani, hogy vannak írások, ahol leírják, hogy Krisnának a szervek egymásnak a funkciót tudnak teljesíteni. Szemmel, füllel, lábbal tud enni. Szóval ez a tökéletes. Mi csak szájjal tudjunk enni, de ő bármivel tud enni. Ez a tökéletesség. És ez az egyik. A másik, hogy ő Bhagavad Gita, ez a Bhagavan, és Istennek a Gita, a szavai, ő maga beszél ott. És azt mondja, asnámi, én elfogadom, patrán puspán palám tojám, jomé bhakti prajacsati. Azt mondja, hogyha valaki nekem felajánlja valamilyen virágot, gyümölcsöt, a levelet, kis vizet, én asnámi, én elfogadom. Szóval ő azt mondja, hogy elfogadja. Hogyha mi felajánljunk oltáron, ő elfogadja. Szóval ez egy fontos dolog. És hát egy bakta is tudja, a fejlett bakták, ők tudnak, ők is tapasztalnak a különbséget, mikor fel van ajánlva az étel. És fontos, miért ez
ez csak egy negatív dolog, hogy karmától megtisztul az étel. Ez egy negatív. De van benne negatív indulópont. De a pozitív indulópont a másik, párhuzamosan, hogy a praszadam minden bűntől tisztítja. Szóval nem a félelem miatt kell ajánlani, mert karma van az ételbe, azt csak tudni kell. De az, hogy én fejlődök, mikor eszek praszádomat, na ez miatt eszek. Ez fontosabb. Amikor igen, valaki főz, odaadással, fel van ajánlva, és akkor Krisna megtisztítja, és akkor lelki energiával feltölti, és mikor én eszek ezt a lelki energiát, én fejlődök, minden bűntől megszabadulom, és fejlődök. Tisztul a létem, az tiszta ételtől, a tiszta lét miatt tisztul a tudatom, a tiszta tudatú embernél tisztul az intelligenciája, és erősödik a memóriája, és ember képesített lesz meditálni Istenen. Szóval ez a filozófia a felajánlat étellel kapcsolatban. Ezért eléggé fontos. Természetesen, hogy nem kell venni, mint egy kényszerutasítás, ez csak mindenki, amilyen hol tart saját életében, úgy önkéntesen elfogadja, hogy csináljon, de nincsen elvárás, mert hát felelősség mindenkinek a sajátja, azt kell tudnunk, de ugyanakkor ki mennyire lelkes, mennyire bízik a folyamatba, annyira elfogadja és gyakorlatba fog hozni. Oké, ez jó kis bő válasz volt. Hát próbáltam, hogy érthető legyen mindenkinek, aki még sose találkozott ilyen dolgokkal. Oké. Van egy élő kérdés, Tamásnak feltette a kezét. Akkor Tamás, mondod? Hare Krishna. Igen. Hare Krishna. Az lenne a nagy kérdésem, hogy én ugye a követve a szentírást elvonultam, és én igazából így egy barlangban élek. De nekem nagy probléma az, hogy egyre több egér van. Nem akarok-e semmilyen állatot bántani. Tehát nincsenek csapdáim, meg semmi. De mit lehet tenni úgy, hogy... Szóval meddig kell elviselni az állatoknak a velem történő együttélését. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Tehát tudom, hogy nincs jogom elpusztítani semmilyen állatot. De most már kezd idegesítő lenni, mikor éjszaka arra ébredek, hogy mit tevé rajtam szaladgál egy egér. Tehát igazából engem ez érdekelne, hogy mit van szabad, vagy hogy van szabad jogom tenni, úgy értve a nyugalmam, vagy a kényelmem érdekében, hogy tehát nem akarok, tehát én növényekkel foglalkozom, van kutyám, de van egerem is. És most már egyre több kárt okod. Jó, köszönjük szépen Tamásnak. Igen, megülni, még eger se, egeret se kell. Viszont, hogyha tudjunk kizárni lehetőséget neki ételt kapni, ez az egyik variáció lehet. Nem tudom, hogy dobozokba, hordókba, minden lezárni, mert amikor van neki hozzáférés, akkor csak szoporodni fog. És hogyha van lehetőség, mindig jó kitakarítani a helyiséget, ahol lakunk, újra és újra, hogyha ott van ilyen lehetőség, akkor ez is megakadályozza őket. Másik, vagy a másik oldal az, hogyha valaki így lakik, így él a természetbe, az nehéz lesz teljes mértéken kizárni
egereket, mert fognak összejönni bárhonnan. Én, amit láttam Indiában, amikor Utajára voltam, igen, 3 éve, meghívták, voltunk Vrindávanban, ez nagyon szent város, és ottani lakó, egy bakta meghívta saját otthonába engem és a barátomat, és meg először így meghívta, szégyellős, nagyon alázatos volt, és nem mertem megkérdezni, hogy elfogadjunk önálló ebédet. Így láttunk, hogy így valamit akar, de így nem meri, fél, hogy elutasítjunk. És mikor mondta, hogy ebédeltek esetleg nálam, akkor mondtuk természetesen, mert nekünk nagy áldás, egy, aki Szentvárosban bakta gyerekkorától, neki a szívébe ott van, azért ott született, szóval ez nem véletlenül. Ez nekünk egy, az egész szent úgy, ahogy van, és egy ilyen szent családba enni, hát ez legnagyobb a kegy. A lényeg, hogy leültünk, bevitte egy nagyon szép helyre, leültünk, nem az asztalhoz ültünk, hanem padlóra, ez a normális. Akkor tálcát adták, és akkor adták nekünk enni. És láttam, ez egy ilyen kis pici, ilyen keskeny, egy kicsit más kamera, ilyen keskeny, hát így lehet, hogy ilyen széles 2 méter, és akkor lehet, hogy 3 méter hosszú, szóval egy ilyen kicsi helység. És a végén láttam, volt egy ilyen kis tálka. És akkor mi ott eszünk, és néha így látom, hogy egér oda szaladt, ott eszik, aztán elment. De megint módoszolt, és akkor elment. És akkor kérdezte az egérnek, az evőse? Azt mondja, aha, igen. Szóval ő úgy csinálja, hogy eteti egeret, és akkor lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy ettől csak több lesz. De lehet, hogy akkor ott esznek, és nem rákcsálnak máshol. De aztán, hogy most nem attól, hogy mondjuk etetjünk, és nem fog rajta átszaladni éjszak, az nem tudom. Kényelmetlen. Meg kell nézni, hogy lehet, milyen lehetőséget, hogy kell kizárni ezt a lehetőséget, hogy rajtad szaladjon az egér, mert ez kényelmetlen. Meg kell, lehet, hogy interneten meg kell nézni, lehet, hogy valamilyen fűszerek, növények, ami, mert ők is szag után mennek, és lehet, hogy valami van, ami irritálja őket, ezt most egyáltalán nem tudom, mert nem értek ezekhez, de próbálok így szélesebben gondolkodni, hogy lehet, hogy valami természetes módszer van. Nagyon szépen köszönöm. Hare Krishna. Hare Krishna. Oké, következő. Jó. Következő. Ildikó kérdezi, hogy a szülők hogy tudják a gyermek karmáját, gyermekek karmáját megváltoztatni? Uh-huh. Vagy befolyásolni? Jó. Tudják, bizonyos kórik, hogy amikor már nemzés történik, akkor tudnak befolyásolni, hogy milyen gyereket, milyen karmával bevonzanak. Hogyha csak automatikusan nemzene gyereket, akkor az ottani pont a nemzés pillanatban milyen tudatuk van, akkor hasonló tudatú gyereket bevonzanak. Hogyha mondjuk tisztolnak, dzsapáznak előtte, imádkoznak az Úrhoz, áldást kérnek, akkor ez változtatja a tudatokon, és bevonza egy nagyon jó lelket. És utána ez az első, hogy már lehet jó lelket hívni. És ezért jobb, hogyha nem a, mondjuk a terhesség, nem a nemi kapcsolatnak a mellékterméke, hanem a nemi kapcsolat, ez egy eszköz, amelyik által behívjunk egy gyereket. Az egy kicsit kettő
külön megkülönböztetés. És mikor már benne van a anya méhébe, a csecsemő, hát a Srimad Bhagavatamban le van írva, hogy hogyan fejlődik, mikor tudatos kezd lenni, meg ilyenek. De lényeg, hogy már akkor lehet változtatni a karmát, hogyha anyuka a vegetáriános. Nézzünk úgy, hogyha mondjuk nem lelki beállítottságú személy, de legalább nem erőszakos, szóval nem vegetáriános, elfogadó, alázatos. Nagyon sokszor ilyen erős, kemény nőknek, akik ilyen lovat le megállítják menet közben, vagy szembe tudnak futni a gőzmozdonnyal, ilyen nőknek sokszor elvetélés történik. Miért? Mert az egójuk túl nagy, és a csecsemőnek az egóját elnyomják, és akkor elmegy. Szóval egyik alázatos, akkor már gyerek jó fog érezni magát, mikor az anyuka már tudatosult van a gyerek, és akkor alázatos, elfogadó, és így tovább. És utána jó, hogyha a lelki dolgokkal foglalkozik. Énekel Hare Krishna mantrát, otthon szól, mert ő minden fogadja be a lelki vibrációkat. Olvasni mondjuk Srila Prabhupád könyveket, akkor már változik a karma, mielőtt megszületik. Képzeljétek el. Megszületik, utána hát vannak ceremóniák, az is az van Jatakarana, ez azt jelenti, amikor megszületik gyerek, akkor van egy speciális tisztító ceremónia, akkor van Namakarana, amikor nevet kap gyerek, ez is egy szamszkár, lelki ceremónia, az is tisztítja a gyereket, akkor hát a szülőknek a nevelés, hogy vallásos, lelki beállítottságú szülők, ez minden változtatja a karmát a gyereknek. Eléggé egy rossz-rossz karmából eléggé sokat lehet megváltoztatni. És azért még minél kisebb gyerek, annál jobban lehet változtatni, mert az ego még nem ébred fel annyira a gyerekben, mert hogy lehet látni, hogy ő még teljesen függ a szülőn. És minél jobban függ még, annál könnyebb változtatni a karmán. És utána, amikor kezd mondani, majd én, egy pici 3 éves, akkor mondja, majd anya, beköti neked a cipőfűzőt, majd én. Na, itt már az ego kezd kibontakozni, mint a csirának kibújik a csira. És amikor már kezd egyre-egyre önállóbb lenni, függetlenebb, annál akkor csak imádkozni lehet érte. De így szülő tud változtatni. Bizonyos kórik. Lehet japázni helyette. De úgy, hogy először a saját köröket, és utána helyette. Neki ajánlani lehet köröket. Lehet érte imádkozni. Az jó. Szerintem így. Egyelőre. Jó? Más? Kikapcsoltál a mikrofont. Valaki szeretne kérdezni? Vagy olvashatom tovább a kérdéseket? Igen, itt Angélának lenne kérdése. Csak jó. Be van kapcsolva, jó? Igen, hallani. Uh-huh. Hát igazából a mantrázásról szeretnék kérdezni, hogy amikor mantrázok, akkor van olyan, hogy így mászkálgatnak mögöttem, meg mit próbálom magamat úgy berakni ebbe a mantrába, de az nagy probléma, hogyha most elkezdek mantrázni, és akkor közben mondjuk leveszem a hangerőmet úgy, hogy én hallom, csak hát azért, hogy már az úgy, hogy nem olyan hangosan mantrázok, az nagy probléma, hogy vagy nem magamba úgy, hanem csak, hogy úgy azért én hallom, csak más ne úgy
Uh-huh. Vagy mindig azt úgy kell csinálni, hogy mindig hangosan. Uh-huh. Jó, köszönöm szépen. Jó kérdés. Igen, így. És akkor... Na, nem ennyire. Jönnek a gyerekek, a férj. Na, anyát. Szent. Igen, természetesen meg is kell beszélni a többiekkel, figyelj, egy kicsit dzsapázni fogok, hogy így értsenek, hogy nem megörültem, hanem most lelki gyakorlat. És igen, a dzsapának a hangzása annyi kell, ha csak én halljam. Az fontos. Amikor már én sem hallok, suttogva, az már nem jó. De hogy én halljak. Igen, nem kell hangosan. Szóval persze, persze. És azt is lehet, amikor mi dzsapázunk, úgycsak mi halljunk, legyünk figyelmesek mások iránt, és nyugodtan kérdezzük, nem zavar téged? Szóval, mert ilyenkor van egy ilyen túloldal a lónak, amikor úgy dzsapázok, hogy lássatok, hogy ti ott illúzióban vagytok, én itt most szent dolgokat csinálok. És akkor így lenézünk őket. Az nem jó? Jó, hogy inkább, hogy nem zavar. Ez a hangerő, ez jó, mert most ezt meg kell csinálnom, ezt a meditációt. És akkor így megbeszélni velük. Igen. Meg még egy, bocsánat, még egy kérdés. Uh-huh. Hogy van nekem egy ilyen, nem tudom mennyi látszik, erről a Bhakti Pat Prabhu tudna valamit mondani, hogy ez milyen szobor? Vagy ez most ez, nem tudom mennyire látszik. Uh-huh, uh-huh. Hát mert igazából ez így 30 éve így a családunknál van, uh-huh. Így valahogy hozzákerültünk, és igazából ez engem így megragadott. Tehát ez így, nem tudom, hogy ez milyen ábrázolás, vagy egyáltalán. Hát nem Krishna biztos. Hogy hova tegyem, hogy hát, akkor ez így nem, vagy... Nem zavar, nem, oltára nem jó, nem kell. Ott van valahol, ahol idáig állt, nem tudom, hogy hol, nem probléma, de nem fő oltár. Nem. Hát mert ugye valami istenség ábrázolás az egyik oldalon, ugye egy női oldal van melle, meg másik oldal meg férfi, tehát hogy igazából benne van ez a kettősség, csak nem, sehol nem keresgéltem utána, hogy vajon melyik istenség ábrázolás, de úgy nem jöttem rá, hogy... Hát ebből kettő lehet. Lehet a, vagy a Lakshmi Devi, ez a szerencsésten ő, vagy Durga Devi, anyagi energia. Majd meg kell, úgy kell leírás nézni, hogy meg kell nézni, milyen hangszer neki a kezébe van az alapján, mert mindenkinek van sajátos hangszere. Én most nem tudtam. Uh-huh. Lehet, hogy vína. Lehet. Jó. Uh-huh. Vína. Szerintem vína hangszer. Ja, és akkor meg lehet nézni, ki játszik a Vínán, a Lakshmi Devi, vagy a Durga Devi. És akkor Durga Devi, ez az anyagi energia, az egyáltalán nem szoktunk imádni, mert ez nagyon ilyen karma a követők, karma kandi, ez úgy hívják, karma kandi, ez nem is lelki gyakorlat, az anyagi dolgok miatt imádnak, és ez nem a mi vonalunk, mert anyagi energia, az, hogy mi dzsapázunk, az már anyagi energia már elégedett, mert neki az anyagi energiának a dolga illúzióban minket tartani. De aki kezd bhakti jogát gyakorolni, akkor ő néha próbál akadályokat csinálni, illúzióba ejteni, hogy hát ha ember meggondolja magát, és nem fog folytatni a bhakti jogát. De amikor látja, hogy nagyon-nagyon eltökélt, akkor elégedett lesz, és akkor elengedi. Nem fog befolyásolni illúzióval. Szóval Durga Devi ő ezt csinálja. Indiában vannak, akik őt imádnak. Akkor van még Kália istennő. Hát általában, hát Indiában legalább sok helyen hitelesen húst tesznek. Voltam Mayapurba, Bengálba, egyik piacon, ilyen piac, képzeljétek el, hogy van egy fa, hatalmas nagy fa, banyánfa, nem tudom milyen vastag,
És az a lényeg, hogyha ezek a banyán fák úgy, hogy van egy ilyen törzse, kinő, és a ágokból ma ilyen liánok engednek, és a földig, akkor mikor földet ér a lián, akkor gyökerezik, és ebből is lesz egy törzs. És akkor így egy fából lehet egy erdő. És egy ilyen szép fa alatt van egy piac, és ott van egy ilyen állat áldozati aréna a közepén. És ott van a Kália istenő templom, és akkor ott szerencsére nem voltam ezen a szentartáson, amikor levágják a kecskét, de így kell minden húsevőnek, így kell csinálni. Így meg van engedve a húsevés, hogy ő ője meg, és bizonyos mantrákat kell mondani, és fel kell ajánlani, de nem Krisnának, hanem Kália istenőnek. Ez hiteles húsevés. Szóval így, de ez nem Kália, ez aki, mert nem, neki több feje van, és nagyon félelmetes az arca, és koponyák vannak meg innen. Ez valami, ez jobb. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jó? Más? József volt az, aki most jönne a kérdéssel, Juhász József. Volt az első, aki feltette a kezét. Jó, köszönöm, Hare Krisna. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy hát én több mint 10 éve cukorbeteg vagyok, és nagyon sok helyen azt olvastam, hogy ez elvileg egy ilyen karmikus betegség, hogy ez igaz-e, és hogyha így van, akkor ez mi miatt alakulhatott ki, és hogy egyáltalán tudok-e tenni bármit azért, hogy ha nem is meggyógyulok belőle, de valamennyire jobb legyen a helyzetem, és hogy mondjuk semmilyen más egyéb probléma ne alakuljon ki ebből kifolyólag. Oké, köszönöm szépen, József. Minden betegség karma, természetesen, és azok, amik nem gyógyítható, szóval igazából van több, karmának van több szint. Van halálos karma, amikor csak úgy hopsz, megjön, és akkor egy nap alatt ember meghal. Vagy baleset, vagy agyvérzés, megáll a szív. Ilyen betegség, bármi lehet. Van nehéz, de nem halálos, de nem gyógyítható, az is egy karma. Általában nem gyógyítható, ez vagy egy, vagy néhány életről is lehet szó. De általában egy, most, de mondom valamikor több életre. És van gyógyítható, szóval vannak ilyen karma dolgok. Akkor a cukorbetegség, ennek próbálok visszaemlékezni, hogy mivel van kapcsolatban. Elégedetlenség, amikor valamikor volt valami. Hát ez egy előző élet, ez általában úgy történt. De lehet mondani, hát gyerekkoromban nem volt semmi. Nem tudom most a József elkom, hogy volt, de általában úgy van a betegségek, hogy időzítve vannak. Megvan, hogy mikor, hány éves korban lesz aktív teljes mértékben a betegség. De lényeg, hogy általában elégedetlenséggel, hogy nekem kevés, és nem vagyok elégedett, és még kell, és még, akkor ez tud okozni cukorbetegséget. Még például másik oldalon rákbetegség, az például azzal van kapcsolatban, hogyha valaki mások javán megéli. Nem érdekel a többiek, hogy most őket elnyomom, de lényeg, hogy én mászok fel a fejükön fölfele, akkor utána ugyanaz lesz a karma a rákkal, hogy a ráksejtek ugyanazt csinálják, hogy megeszik a többieket, hogy ők megéljenek. Szóval ez a, így, de a cukorról inkább ez az elégedetlenség. Mit lehetne csinálni? Hogyha most gyógyítás szempontból nézünk, akkor én, amit hallottam, én nem vagyok orvos, nem vagyok gyógyító.
de tudom, hogyha inzulin függő valaki, akkor ott már legalább nekem így mondták a szakértők, amik ajurvéda, más nem csak ilyen tradicionális orvosok, hanem ajurvéda szakértők mondták, hogyha inzulin függő, akkor ott már nem tudnak mit csinálni. Hogyha nem inzulin, akkor valamit, akkor lehet próbálni. És ezért, hogyha de minden esetben én tudok ajánlani, mert most a testtel úgy van, hogy nem csak imádkozunk, vagy valami, hanem gyógyítjuk is, és lehet megkeresni, hogy ajurvéda orvost. Nem kell hanyagolni a modern orvoslást, természetesen, hogyha nekünk orvosok mondták, szedj ilyen-ilyen gyógyszert, vagy tablettát, vagy inzulint, vagy valamit, akkor ezt mindig be kell tartsunk. Ez egy testanyagi gép, és akkor most ezt kaptunk egy ilyen gépet, ilyen hibákkal, és úgy tud funkcionálni, hogyha mindig kell valamit csinálni, akkor ezt csináljuk vele. Mellette tehetünk erőfeszítést, nézzük, hogy a ajurvéda orvosok tudnak-e segíteni, enyhíteni, és így tovább. Szóval testet kell gyógyítani, az biztos. És gyakoroljunk lelki gyakorlatokat. Ugye szoktuk mondani, ha a lelki gyakorlatot valaki gyakorol, akkor minden karmától megszabadul, és így tovább. Igen, az igaz, de nem biztos, hogy minden szimptoma eltűnik. Például, hogyha mi van nekünk egy ventilátor, és lehet, hogy mi kihúztunk a konnektorból, de a ventilátor nem áll le rögtön, mert mindig fog forogni. De már nincs karmája. Már nem kapja áramot. Most akkor csak meg egy ilyen lendület, ameddig tart, kiforogja magát, és utána megáll. Ugyanúgy lelki élet is. Valamikor valaki elkezdte gyakorolni, már nincs karma, de még a tisztítás miatt Krisna hagyta valamennyi karmát, az már csak így lendületből, az már annak már nincsen túl nagy ereje, de ez nekünk tud segíteni jobban lelki tudatban lenni. Ezért Sivaráma Maharács is javasolja, hogy bármilyen nehézségünk, testi problémák vannak, gyógyítsunk, de vagy meg tudjunk szabadulni, vagy nem, de tanuljuk meg ez mellett lelki személyekkel válni. Az az igazi megoldás. Mert várni, hogy megváltozik, az nem kell. Mert az lehet, hogy következő életben már nem lesz csak. Lehet, hogy itt most még ki fog tartani. Mint a mondta egy példát, Sivaráma Szvámi, amikor ilyen kérdésre, nem pont a cukorbetegségről volt kérdés, hanem volt a szorongásokra, hogy szorongás van, így, ó, nagyon kész vagyok. És akkor mikor elmúlik, mit csináljuk? És akkor mondta, csak tanuld meg, Krisna, tudatos lenni. Mert ezt mondja, van sokszor egy ilyen téves elképzelés, hogy Krisna tudod, változtatja a karmát, az azt jelenti, hogy minden kell, hogy mindjárt kivirágózzon. Mint mondja például, valaki levágta az ujjat, az is egy karma. Akkor most azt mondja, akkor lelki gyakorlatot gyakorolsz, akkor ki fog nőni egy új ujjat? Nem, már nincs karmában, nincs ujjat, de még ott van a lendület, mert ebben a testben még megmaradt. Szóval ebben a testben még vannak ezek a ami már hoztunk múlt életből, az már ebben van. Az már prarabdha karma. Ez megnyilvánult karma. És a megnyilvánult karmát sokkal nehezebb kitisztítani. És ezért, amikor mi elkezdtünk bhakti jogát gyakorolni, mert mi már ma vagyunk 5. alkalommal, el se tudjunk képzelni, hogy azóta mennyi karmát kitisztítottunk, ami várna ránk következő életben, vagy következő évünkben. Ami nem is tudjunk, hogy miket kell kapjunk. Hát jót meg a rosszat, mind a kettőt. Szóval így ezért
először mindig tisztul, finom, ami aprarabda, megnyilvánulatlan, és majd ez tisztul utána. De nem feltétlenül, hogy minden eltűnik rólunk. De, hogyha lelki tudatban vagyunk, akkor egyáltalán semmi nem zavar minket. Egyáltalán nem befolyásolja a mi tudatunkat, a mi örömünket, boldogságunkat, semmi. De mellette gyógyítsuk, mindig foglalkozunk a testtel. Kell, hogy meg kell próbáljuk. Köszönöm szépen, és még csak egy megjegyzés, hogy én levágtam az ujjamat is. Asztalos vagy? Asztalos vagy? Nem, nem, ez még másfél éves koromban történt, de gyalogéppel történt sajnos. Igen, igen. Köszönöm szépen. Nem baj, mi nekünk, mindennyiunknak van valami. Mindennyiunknak, valakinek testi, valakinek a tudati, főleg mi a Kali Yuga-ba vagyunk, itt mindenki nagy bajban van, és ezért van a Bhakti Yuga, ami nagyon könnyű nekünk, a zavarodott beteg embereknek, a Bhakti Yuga, hogy ezt meg ki tudja minket szedni ebből. És ne felejtsünk el, hogy nem egy életet élünk, most ebben az életben már kaptunk ilyen dolgokat, nem probléma, következő ne legyen ilyen. És most tehetünk, hogy ne legyen következő ilyen problémánk. Jó, köszönöm szépen. És köszönöm. Hare Krishna. Hare Krishna. Jó, köszönjük. És Sarolta szeretne feltenni egy kérdést. Nem hallunk. Igen, mikrofon ki van nyomva. Most hallatszik? Nagyon. Igen. Hare Krishna, jó estét mindenkinek. Először is szeretném megköszönni az előző választ, mert most így betegségek kapcsolatban, hogy én is küszködök itt a koronavírus szövődményeivel, és most ez nekem most válaszolt, hogy igazából ezt most így meg kell szoknom, akkor ezek szerint ezeket a következményeket, és ezzel együtt is gyakorolni kell a bhakti jogát továbbra is. Tehát, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mikor fog ez elmúlni, mert nagyon rossz nem egészségesnek lenni. Nagyon. Ezért most ezt köszönöm szépen, mert ez nagyon jól jött nekem ez a válasz. De a kérdésem az az lenne, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy Krishna lótusz lábán meditálni, mondjuk mantrázás közben? Ez lenne a kérdésem. Hogy ezt hogy lehet megfogalmazni, vagy Hát úgy, ez egy ilyen magyar rövidítés. Igen. Amikor mondja Krishna lótusz láb, de hogyha mi teljesen helyesen fogalmazunk, akkor lótuszhoz hasonló láb. Itt erről van szó. Mert mikor ember gondolja, hogy hallja a lótusz láb, akkor gondolja, oppa, akkor Istennek nem a lába van, a lótuszok? Nem. Lótuszhoz hasonló lábok, és erre jó, hogy kérdezel, mert ez nagyon fontos filozofikai pont. Ez azt jelenti, hogy Krishna, ha bár ő megteremtette ezt a világot, de ez a világ, ez a szennyező hatása van a tudatra, a léleknek, beszennyeződik, materializálódik a tudat, én vagyok ez a test, ego, meg minden, de ha bár Isten megteremtette, és ha bármikor alászáll ebbe a világba, ő nem szennyeződik. Hogyha a lábával ide alászáll, akkor nem szennyeződik, mint a lótuszvirág, amelyik a lótuszvirág, lótusznak van több neve szanszkritul. Van Padma, ezt biztos hallottatok, Padma, akkor mondja Padma Asana, úgy mondják, hogy lótuszpósz, a joga ülés, Padma Asana. Kamala,
ez is lótusz. És van még egy ilyen, hogy pankaja. Pankaja, ez azt jelenti a sárból, sárból született. Hogy a lótusznak olyan természete van, mert általában ahol tavacskákban, ahol ő nő, az hogy sár, a gyökér, ahol van, az sárban van. Azért pankaja sárból született, de ami, ha bár ő sárból született, és a vízbe nő, ő sose lesz vízes, sose lesz sáros. Nem tudom, ki már látta, hogyha megpróbáltuk vizet lacsolni a lótuszra, rögtön lepereg, és száraz marad. Szóval ugyanúgy Krisnának a lótuszlába, az azt jelenti, hogy mindig tiszta lelki. Ez a lótuszláb, ez a lelki tiszta. Nem anyagi. Az anyagi szennyeződés nem tud megérinteni Krisnának a lábát. Ezért mondják, hogy nyugodtan lehet a lábán meditálni, mert általában az ember, tudjuk milyen a lába, szokott lenni, kaktusz, meg az illata, meg minden, de ahhoz képest Isten lába az lelki, és ezért lótusz, mert mindig tiszta, minden szemszögből tiszta, és aki Istennek, mikor a lábán is, hogyha meditálsz, még akkor is tisztulsz, fejlődsz, mert tökéletes, ez egy tökéletes az ő lába. Jó, ez a lótusz. És nagyon jól kérdeztél. Ezért azt mondják, hogy a szentek is, akik Isten tanítása szerint élnek, akkor az ők lábukat is neveznek a lótuszláb. Azért, mert ők nem nincsenek beszennyeződve. Ezért volt ez a szokás. Meg a Jézus, hogyha emlékeztek, szóval ez azt jelenti, hogy a kereszténységben is volt ez a szokás, ami most is van Indiában, hogy egy szent, mondjuk mikor Jézus meglátogatott valahol, akkor megmosták a lábát. És ez nem azért, mert szennyes a lába, hanem ez egy nagy áldás egy szentnek megérinteni a lábát, és még nagyobb áldás megmosni a lábát. És ezért emlékeztek, amikor a prostituál könnyekkel mosta Jézusnak a lábát, és ettől megtisztult igazából, meg jobban. Már attól, hogy ő megbánta, őszinte volt, meg pluszba, akkor még és Jézusnak a lótusz lábát megmosta, akkor még jobban felemelkedett a tudatja. Jó? Szóval ez a Krisnának a lótusz lába. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Jó. Van még két kérdés. A Zsolt jön sorban, utána meg majd a Gyöngyvérnek lesz kérdés. Hare Krishna. Hare Krishna, Zsolti. Én azt szeretném kérdezni, egy gyakorlati kérdés, hogyha valaki már több kört mantrázik, akkor minden kör előtt érdemes elmondani a Prabhupáda imát és a Pancsatattva imát, vagy elég az elején egyszer elmondani? Igen, elég csak az elején, lehet még a végén is. Szokták bakták mondani minden kör között, de nem volt ilyen utasítás Prabhupádtól. És kérdezték Srila Sivarama Maharajtól is ezt. Ő is mondta, hogy nem muszáj. Nem baj, hogyha valaki szeretne mondani, ez mindig jó, de nem nincsen ilyen standard, hogy csak úgy lehet. Én se szoktam, én csak az elején mondom, meg a végén. Jó? És benne még egy, hogy ugye még aki kezdő gyakorló, akkor a mantrázás közben sokszor elmegy az elme, és akkor ugye arra kell törekedni, hogy visszahúzzuk. És ezzel kapcsolatban ugye hát ez, ilyenkor még nem érez ugye nagy ízt az ember, és akkor ebbe kérnék tanácsot, hogy mi az a gyakorlat, ami által egy kezdő egy pici ízhez juthat. Uh-huh. Hát egy ilyen komoly téma ez, mert egy szempontból kell, hogy törekedjünk az ízre, de más szempontból nem szabad hajtani íz miatt, akkor csak arra gondoljunk, és sose fogunk gondolni a Hare Krishna mantrára, és akkor mert ezért nem lesz íz. Mit lehetne csinálni?
Hát fogadalmat lehet tenni, hogy amikor én leülök japázni. Hát igazából az első, ami nagyon jó, ez a sokat hallani és sokat olvasni. Mondjuk a japázásról. Előadásokat olvasni ezzel kapcsolatban, mert ez egy ilyen, hogy mondjuk egy tudat erőt fog adni a tudatomnak, hogy figyelmesen japázok. Akkor ez egy fontos dolog, hogy halljunk róla sokat. Akkor még egy jó, ez a Srila Prabhupát felvétel mellett japázni, őt is hallgatni, és utána próbálni csinálni. Akkor van egy ilyen. És akkor utána csak tudattal felkészülni. Már este mondjuk, hogy holnap reggel fogok japázni, ma készülök. Holnap azt fogok csinálni, hogy minden egyes mantrára fogok figyelni, és akkor figyelek mindig. És akkor az lehet gyorsan csinálni, gyorsan japázni, de lehet mindig tudatba. Jó, akkor most minden Harira, minden Krishna és minden Rama és Harira fogok figyelni. És akkor próbáltam, Hare Krishna, és utána befejeztem, akkor gyorsan analitik, aha, most szerintem Krishnára annyira nem figyeltem, akkor most ezt. És dolgozok, most erre figyelek, most még jobban figyelek, most még többet, akkor Krishnától kérek, hogy most nem tudok, majd zőrzavar van az elmében, akkor kérek Krishnától, biztos karma, bolygók, Krishna, most add a kegyedet, segíts, ad nekem erőt tudatomnak, hogy most figyeljen, mert vannak olyan napok, amikor katasztrófa. Hát mert mi, nekünk van karmánk, és a karma és a bolygók, amikor jönnek a bolygók, mennek, akkor zavarják a mi tudatunkat, és ezért néha éreztek, néha teljesen jó, minden szép és jó, néha olyan nap, hogy még semmi nem történt rossz, csak belül katasztrófa van, világ vége. Hát ez a citta vritti, ez a hullámok a tudatban. Ilyenkor kell kérni Krishnától, kérlek, Krishna, most segíts. Ma nagyon rossz, ma nem bírom annyira az akaratot, nem tudok figyelni. És akkor kérem, imádkozok, hogy segítsen. És akkor próbálok. És mindig minden Hare, minden Rama, minden Krishnára figyelek, hogy figyelek. Az íz az attól fog jönni, amikor figyelek. Az ízre nem kell gondolnunk, hogy na, hol az íz, miért nincs itt íz. Íz, ez melléktermék, az fontos tudnunk. Melléktermék. És az magától jön. És amikor elkezdjük, bejön az íz, elkezdjük, és már el is ment az íz, mert már nem figyeltünk a Krishna, Hare Krishna mantrára, hanem csak az ízre. Akkor így értem, köszönöm. Igen, egy ilyen finom dolgok, de gyakoroljuk majd. De kell, hogy legyen íz, ez egy normális dolog. De hogyha megtanuljuk jó figyelni, akkor már megjön az íz. Jó. Köszönöm szépen. Hare Krishna. Hare Krishna. Gyöngyvér? Igen, hallotok? Igen. Hallunk, de jó. Nem látunk. Nem baj. Várjál. Ó, még... hopp. Itt vagyunk. Ó, nagy család. Jó. Hare Krishna. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetne egy évszámot mondani, hogy körülbelül meddig tudom szülőként változtatni a gyermek karmáját? Hát még azon mi... Hát ez... Mondom egy pár így számot. Legzórósabb, ez a 5 éves korig, legjobban. Utána 7-től 15-ig még lehet. 15 és 18 már egyre kevesebb. És a 18 után, amennyire kapcsolat marad gyerekkel, annyira tudok befolyásolni, segíteni neki a karmába, hogyha nagyon jó a kapcsolat, baráti, hogyha sikerült, mert ez is egy ilyen gyerekpszichológia, hogy kell nevelni gyereket, amikor
Szóval kell váltani szülőknek a kapcsolatot, amikor mondjuk kezd elérni 15 éves kort, akkor már nem, szóval ez, azelőtt kell nevelni, minden meg kell tanítani, mi a dolgot, mit kell csinálni, de 15 éves korban plusz-minusz, meg lányoknak kicsit hamarabb lehet, akkor barátra át kell menni, és a 18 éves kortól, hogyha nagyon jó bizalom kapcsolat, akkor tudjunk változtatni, mert akkor ő hallja mindig, mert van kétféle változtatás karma, hogy fog-e hallani lelkesen a szüleiktől a véleményét, és próbál akkor úgy csinálni. Uh-huh. Ez az egyik változtatás, a másik imádkozás érte. Uh-huh. Ez a második. Ja, de ezek a korok, ez pont minden, mert 5 éves korig, hát ott a 5 éves körtől 7 éves korig már ott van egy 2 éves ilyen átmenet, de hogy durván 5 éves korig, akkor nagyon erősen függ rajtunk a gyerek. Uh-huh. Akkor ott legerősebben lehet befolyásolni, változtatni. Uh-huh. És utána 5 éves és 15, mert ez egy tanulási, a tanulási évszak, az egy másik réteg karma változtatás megy, mert ő akkor tanul, szóval mondjuk így, 5 éves korig érzelmek, hogyha valaki, érzelmek, ez azt jelenti, hogy a jó lelki példa, nagy sok szeretet, és van tanítva, hogy Isten egy szeretet. Mm. És hogy kell szeretni Istent, kell szeretni mindenkit, akkor ez egy nagyon megnyitja a szívet a gyereknek. Nagyon erősen. És utána 5 vagy 7 év és 15 év között, akkor van egy, a külső, ez a belső világ formatálása mondjuk a 5 éves alatt. Mint a szivacs érzelmeket fog. Ő nem érti gyerek még a dolgokat, de úgy belül nagyon sok fog változni. Meg olyan más, megint vállalatlan karma is változik. És 5, 7 és 15 éves kor, amikor tanuló korszak van gyereknek, akkor szemlélet világról, ott nagyon jól lehet adni, hogy helyesen látni a dolgokat. Mert ahogy mi befejeztünk iskolát veletek, és mi milyen szemléletet kaptunk, Darwin, egyetlen egy igazság, majomból lettünk, meg mit tudom én, ki melyik majomból, annyi sok majom van. És kész, és amikor nekünk mondták, hogy nem volt senki a Holdra, akkor ez nekünk ilyen hideg zuhany. Micsoda, nem igaz, amit mondanak a tudósok. Nekünk ez törés volt. De ezért a szemléletünk, a világról, amit kaptunk, ez egy karma. Ahogy mi látunk világot, az a mi karmánk. És gyerek ő született egy karmával, hogy ő hogy fog látni a világot. De hogyha mi oktatás által adjunk egy helyes képet, mi megváltoztatjunk a karmát, ő teljesen máshogy fog látni a világot. Ezért máshogy fog viselkedni. Már viselkedés ez is egy karma. Szóval így tudjunk utána egész 15-18 éves korig befolyásolni. És hogyha maradt ez a, hogyha helyesen neveltem, ahogy mondom, és az a bizalom kapcsolat, hogy barátok vagyunk, de még mindig felnéz rám a gyerek, akkor mindig hallgat a bölcsességekre, és akkor tudok itt neki segíteni tovább változtatni a karmát az életében. Jó, van. Még egy kérdésem lehet? Uh-huh. Hogy sokszor nagyon komoly kérdésem van, és nem tudom, hogy mennyi mindent mondhatok el, vagy meddig mondhatom el neki. Tehát ilyen filozófiai kérdései is lennének az élettel kapcsolatban, meg a boldogsággal kapcsolatban, és ezt nem tudom, belekezdek, de hát ez nehéz még, mert 7 éves. Hát ten kell ismernünk a gyereknek a nyelvét, de igazságot mindig kell elmondani. De kell tudni, hogy
hogyan kell ezt előadni neki, ez fontos. De nyugodtan lehet. Gyerekeknek az a jó, hogyha minél több választ kapjanak, mert így ezzel fognak élni, reagálni a világra. És hogyha helyesen tanítjunk, akkor nem fognak szenvedni. Mert hogyha van nehéz helyzet, hogyha ő egy helyes válaszokat kapta gyerekkorba, akkor ő tudja most ezzel mit csináljon, ezzel a nehézségekkel, vagy ezzel a kialakult szituációval. Csak egy példát mondom, hogy a gyerekeket már úgy nevelünk, hogy ez a világ, anyagi világ mindig változik, itt semmi nincsen állandóság, nincsen stabil, ma süt a nap, holnap lesz valami más. És akkor ilyen gyerek, mikor kapja ilyen nevelés, akkor, hogyha bejön egy ilyen koronavírus, megváltozott minden, akkor jó, hát én tudom, hát erről van szó. Ezt tanították gyerekkoromban, hogy minden itt bármikor, bármi irányban tud változni, most ez megtörtént. És nem probléma. De mikor valaki nem így tanítva van, és azt gondolja, hogy ez az egyetlen egy igazság, és állandóság legyen minden, megváltozik, nem így van, ahogy tanult, szóval összeomlik a gyerek. Fellőtt korba, mondjuk. Igen, szóval így fontos. Fontos pontos képet adni, mert akkor ez sok szenvedéstől megszabadítja. Jó? Hát, köszönöm szépen. Hare Krishna. Hare Krishna. Valakinek esetleg még kérdés eszébe jutott? Sokat írtatok, sok kérdést írtatok, de elég hosszúak a kérdések, és most már közelítünk a 8:30 felé. De azt olvasunk, hogy már írtok, akkor olvasunk, hát ha próbálok így, mert szeretném, mert valaki nem szégyelős, hogy valami miatt inkább csak írta. Meg kimásoltam az összes kérdést, tehát azok sose vesznek el. Igen, csak nem akarok, hogy mindig itt gyűlünk, és akkor jogos lesz, ha valaki azt fog mondani, mindenki írja, hogy se lesz válasz. Jó, olvasom. Mária kérdezi, hogy azt szeretné megkérdezni, hogy hogyan tudjuk érzékelni a felső lelket. Ó, az jó. Hogy lehet érzékelni? A leg egyszerűbb válasz az, mint egy lelkiismeret, vagy úgy mondják, lelkiismeret fordulása, úgy is szoktak mondani, mert ő mint lelkiismeret szól hozzánk, mert a felső lélek, hogy Paramatma, ő mint egy tanú és mint egy tanácsadó ott van a szívünkbe, ember szívébe, és próbál mindig terelni egy helyes útra. És amikor valahol valami gondol ezt csinálnék, akkor belsőleg érez, hogy ez nem kéne csinálni, nem kell. Vagy valamikor valamit megcsinált, és van egy érzés, fú, ez most megbántotta, most nem kellett ez. Az a felső lélek, ő így szól, hogy legyen egy kicsit jobban színesítve, akkor, hogyha megengedtek a saját élet gyerekkorom példámból elmesélek, hogy nekem nagyon sokszor segített. Én akkor nem tudtam, hogy ez ki, mi, hogy, mi van. Utána, amikor tanultam, rájöttem, és ezért elmesélek, lehet, hogy ti már tudjátok, hogy van kapcsolat és tapasztalatotok érezni felső lelket a szívbe. Ezért ez egy példa lehetőség. Mikor iskolába jártunk, 10 évesek voltunk, és egyik osztályterembe bemegyünk, akkor át kellett menni egy hosszú folyoson, nem túl széles, nem tudom, 1,5 méter széles mondjuk körülbelül. És akkor általában óra előtt ott a folyoson vártunk, hogy jön a tanár, megnyitja a tantermet, és akkor bemegyünk. Egyik alkalommal kiégett a villany. Hú-hú! Hát ez milyen gyerekek szeretik egy kicsit csintalanni, és akkor
hosszába álltok egész folyosóba, egymással szembe, minket nem lehet látni, és akkor aki valaki sétált, akkor elkezdtünk ott lögdösni. És tudjátok, egyre nagyobb, hogy mondjunk, nem tudom, magyar szót, szenvedély, mondjuk, mert túl, de jó mulatás, tetszik nekünk, hogy ő nem lát senki, semmit, és amikor megy, akkor csak lögdösünk, és akkor jó kis szórakozás volt, és akkor egyre jobban belemész a játékba. De egy pillanattal csak így éreztem, hogy oké, okay, elég volt, mert ebből baj lesz. És mondtam gyerekeknek többnyire, figyelte, szerintem álljunk le, mert baj lesz. De tudjátok, mikor már benne vagy, akkor már nem hallasz a felső lelket, a paramatmát. És mondta, de úgyis tök jó mulatság, csak csináljuk. Jó, jó, én kiszállom. Kiszálltam, és tényleg valaki megsérült, valami, nem, persze nem halálos, de azért volt ilyen igazgató, meg szülők, meg minden iskolában. Akkor így a paramátma felső lélek így szólt, hogy most nem jó, amúgy nem jó, szórakoztatok, de nem menjétek tovább, mert akkor egyre lesz probléma. És akkor így életemben sokszor olyan volt, mikor így valamit csináltam, és akkor gondoltam, jó, most meg kell állni. És azok, akik nem álltak meg, bajba kerültek. Igen, és akkor valamikor azt is lehet érezni, hogy jó, akkor oda nem mennyi, oda mennyi, ez a lelki út, akkor oda megyek, akkor lehet paramátma tud vezetni lelki útba, lelki úthoz. Szóval így. Remélem, hogy így példának lett és tudtuk érezni ezt. Oké. Okay. Jöhet egy utolsó kérdés. Uh-huh. Szabolcs kérdezi, hogy ha valaki szeretne egy lelki tanítómestert, akkor annak mi a menete? Mik azok a szabályok, aminek betartásával eljuthatunk az avatásra? Köszönjük Szabolcsnak, jó kérdést. Itt is lesz téma, hogy ki a lelki tanítómester. Erről is fogunk tanulni, mert minden alapot kell tudjunk, de mi a menete, hogyha, mert természetesen nagyon fontos kapni avatást a lelki tanítómestertől, hogy tudjunk célba jutni lelki élettel. A folyamat a következő, hogy hát meg kell tanuljunk az alapdolgokat, amit most teszünk veletek, és ez egy nagyon fontos, mert kell tudni legalább alapot Krisna tudatból, hogy Krisna Isten, és mi a Hare Krisna mantra, Prasadam, és így tovább. Utána fontos, hogy legyen kapcsolat egy autoritással, lelki autoritással, aki mondjuk képviseli lelki tanítómestert. Ez úgy szokott lenni, mondjuk, hogyha valaki Szegeden lakik, vagy a környéken, akkor ő oda közösséghez jár, és akkor kapcsolattal tartja otthoni lelki vezetővel, vagy valaki Kecskeméten, Szombathelyen, vagy Lajos Mizsin, ahogy a Gyöngyvér, ők a Kecskeméthez tartozhatnak, és akkor lenne egy ilyen kapcsolat egy lelki tanácsadóval, és ő, amikor valaki már gyakorol, és ugor, gondol, igen, ez egy nekem nagyon jó, szeretnék tovább menni, akkor utána van ilyen bemutató levélírás, és akkor a lelki tanácsadó segít, hogy kell írni, akkor írnak lelki tanítómesternek a levelet, utána, hát most a Covid miatt, amikor nem, nincs Covid, akkor mondjuk Srila Sivarama Swami most, aki avatást ad Magyarországon, nem csak ő, de főleg ő, körben, mikor szokott menni városokba, akkor ott van találkozó, bemutatkozás, személyesen, nem csak a levél. Most pandémik miatt olyan szokott lenni, hogy akkor Zoom találkozó,
ott bemutatkozás, és utána a következő alkalommal lehet felkérni, hogy kedves lelki tanítómester, fogadd el engem tanítványnak, én szeretnék elfogadni téged, mint lelki tanítómestert. És akkor utána ő mondja, igen, és azután körülbelül egy év még van egy gyakorlat, körülbelül, és akkor egy év múlva, és mivel nincsen mindennapi kapcsolat lelki tanítómesterrel, ilyen személyes, ezért van a lelki tanácsadó a városokban, aki fog mondani, igen, én látom, hogy tényleg te komolyan csinálod, jó csinálod, és akkor ő fog javasolni a avatásra lelki tanítómester irányt. És utána a avatást bakta. Így. De fontos. Az a jó, hogyha mindenki kapna a mi csapatunkból avatást. És úgyis majd lesz ilyen, most mi megbeszéljünk, hogy igen, ez jó, hogy most egy kicsit eszembe jutott a pár dolog, hogy azok, akik most vannak velünk itt a Zoom kapcsolatban, akkor szeretnék személyesen találkozni én is adott városokban, hogyha valaki Szombathely környékén van, Szombathelyen, akkor itt találkozunk személyesen, aki Szeged, akkor Szeged, és akkor majd mi úgyis majd megnézünk, ott amíg kitöltöttetek, amikor regisztráltatok, akkor ott megnézünk és összehozunk. Hát minimum, hogy Krisnavölgyben is lesz, hogy találkozunk mindenkivel együtt. Azt szeretnénk. Ott is megbeszéljünk, és akkor utána, hát hogyha valaki pont ezek a, van a Kecskemét, van Debrecen, Pécs, Eger, a Szeged, Szombathely, ezekben a városokban már vannak közösségek, és akkor lehet ott kapcsolatot felvenni, és tovább menni lelki gyakorlatokba, ott mert fontos személyes kapcsolatbaktákkal, és minden több. Erről is majd beszéljünk. Igen, és akkor így, szóval lehetőséget elfogadni lelki tanítómestert mindenkinek fogunk biztosítani, aki szeretne. Ez önkéntes dolog. Nagyon fontos. És ha már így erről beszélünk találkozókra, hogyha valaki szeretne, egyelőre legalább úgy tudjunk, hogy a Horvátország nyitva lesz nyáron, és fogunk tartani ott kétféle tábort. Az egyik tábor lesz a júniusban, a második a szeptember elején. Ott is lehet eljönni, ott lesznek előadások, reggeli program, és este Hare Krishna bhajan, tudjátok, ami nem tudom ki most nézte, kedden most énekeltünk és közvetítettünk, ez a bhajan, kirtán, akkor ez is lesz Horvátországban is. Szóval ide, akkor Krishna völgybe, szóval ezeket is megcsináljunk. Igen, és akkor avatás, az segítünk. Hány kérdés maradt nekünk, nem megválaszolt? Mikrofon ki van kapcsolva, akkor a Sestöprebu? Már be is kapcsoltam. Uh-huh. De végül is csak számoltam. 6-7 kérdés maradt megválaszolt. 7 kérdés. Semmiképp ne tűnjen el. Megnézzünk, hogy a jövő csütörtökön, amikor mi 8-ig megyünk, és hogyha nem lesz kérdés, akkor felolvasunk. Jó, ott még látom, valaki kezet emelte. Igen, a Tamás, aki kérdezte a egereket.
Hare Krishna. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha én a Kanári-szigeteken élek, és esélyem sincs, hogy Magyarországra menjek. Egyébként felvettem már az itteni Krishna templommal a kapcsolatot, és pont a Baktipát Dásznak a barátaival, orosz baktákkal kirtamoztunk kedden, hogy én akkor valószínűleg itt fogok találni egy lelki tanító mestert, hogy mindenképp haza kell mennem Magyarországra. De nem kell hazamenni, az így jó teljesen. Persze, akkor ott. Azért Srila Prabhupát nemzetközi mozgalmat létrehozta, hogy lehessen találkozni ott, bármilyen országban. Mindenhol van. Igen. Hát találkoztam Srila Prabhupádnak közvetlen tanítványával itt. Nagyon. Egy idősebb hölgyel. Most nem tudom a nevét, de egyébként nem megáldott, úgyhogy. Nagyon jó. Szuper. Nagyon. Igen. Jó, akkor köszönöm. Egyébként üdvözlik Baktipád Dászt innen jó páran. Úgyhogy. Jó, nem tudom kik, de én is üdvözlöm. Megeződhetünk egyébként? Igen, igen. Ha gondolod, akkor átküldök egy videót erről a kirtamról, majd így messengeren, és akkor megnézed, hogy kik voltak ők. Uh-huh. Mert neveket már nem emlékszek. Uh-huh. Jó. Jó, köszönöm szépen. Okay. Hare Krishna. Köszönöm szépen, Hare Krishna. És akkor szerintem Kurusesta Prabhu, akkor hogy ne tartsunk fel, most már 6 perccel túl léptünk, befejezünk, és akkor ezeket a kérdéseket egyik se tűnjen el, próbáljuk meg vigyázni és megválaszolni fokozatosan, jó? Mert biztos, biztos nagyon fontosak. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Ugye megnézünk itt ki. Igen, Kurusesta Prabhu. Én még egy gondolatot szeretnék csak mondani, hogy a képet, két képet, a Pancsatatva képet és Gornitáj képet, azt feltöltöttem ide a chatbe, hogy mielőtt kiléptek, akkor onnan le tudjátok tölteni. Megnyitjátok, és akkor el tudjátok menteni magatoknak, hogyha szeretnétek. Egy páron már meg is tették, írták, hogy... Uh-huh. hogy... Jó, de lehet Ágynak is átküldeni, hogy e-mailbe, mert lehet, hogy most valakik már nem maradtak itt idáig. Jó. Oké. Okay. Szerintem akkor elbúcsúzunk, hogy mindenki tudjon menni, készülni, amit kell készülni, vagy tennivalót, és akkor jövő csütörtökön nagyon várunk, folytatjunk a témákat. Jó. Oké, okay. Akkor köszönöm szépen mindenkinek, szép estét kívánok. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.